Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok. Sziasztok, én Feri vagyok. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok. Sziasztok, én Feri vagyok. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, 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 én Feri vagyok. Na sziasztok, üdvözlök mindenkit így 2018-ban. Mindenkinek boldog új évet kívánok. Én Feri vagyok és visszatértem. Ahogy az intro előtt említettem, visszatértem, és ezt nem csak úgy kell értenetek, hogy így két hét kihagyás után, hanem hogy magára a Droidphone csatornára is, szóval mostantól újra a Feri a Droidphone lesz a fő csatornám, a napi droidot a magam részéről most már így lezártnak tekintem, valószínűleg az a csatorna majd valamikor fog folytatódni, de nem általam, én rá kellett jönnöm, hogy én azt nem tudom teljes lélekkel, szívvel lélekkel csinálni, és ide vissza kellett térnem, mert itt érzem jól magamat, ezt szoktátok meg lényegben ti is, és Feri a Droidphone az itt van. És itt is lesz. 2018-ban is a tőlem megszokott videótípusokra számíthatok, lesznek itt újra Android hírek, játék alkalmazás bemutató videók, toplisták, itt számíthatok majd egy kisebb fajta vérfrissítésre, majd meg fogjátok látni, hogy mire gondolok, remélem, hogy majd azért tetszeni fog nektek. Természetesen jönnek majd tesztvideók is, aki követ Instagramon, az láthatta, hogy tavaly már kiraktam egy fényképet, amin ott van egy OnePlus 5T, valamint egy Huawei Mate 10 Pro is, ez egyébként mind a kettő nagyon jó telefon, lesz majd egy Bluetooth-os kontroller bemutató videó is, ez egyébként egy ilyen GameSir márka, és nagyon meg vagyok vele elégedve, tök jó, szuper áll, valamint van még nálam egy ilyen VR szemüveg is, és ezeket a teszteket fogjátok tényleg így látni, körülbelül egy-két hónapon belül szeretném ezeket így megvalósítani és elhozni nektek. Remélem, hogy sokan örömmel fogadjátok azt, hogy visszatértem, és mostantól újra ide fogom gyártani az Android témájú videókat. Én tényleg nagyon örülök ennek az egésznek, hogy meghoztam ezt a döntést, és egyébként kellett ez a kicsi kerülőt, hogy tényleg rájöjjek arra, hogy ezt a csatornát szeretném szívvel lélekkel így csinálni, így a jövőben is. És mindenkinek még egyszer boldog új évet szeretnék kívánni, találkozunk legközelebb. Sziasztok!